Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ebben a videóban beszélgessünk egy kicsit a kijelzőkről, pontosabban a mobil kijelzők képarányáról. A mobiliparban elég sokáig a 16:9-es képarány volt az elfogadott és a megszokott, aztán ugyebár megérkeztek úgy nagyjából 2017 környékén az első 18:9-es képarányú mobilok. A piac mindig is abba az irányba ment, hogy az előlap minél nagyobb százalékát a kijelző tegye ki, és a 18:9-es mobilok után érkeztek az egyre furcsább és furcsább képarányok, a notchoknak is köszönhetően van 18,5-9, 19:9 és 19,5-9-es képarányú mobil is, azonban van egy gyártó, aki sosem állt be a notchos mobilok közé, és ez nem más, mint a Sony. Az MWC 2019-es kiállításon mindenki próbálta valamilyen szinten felhívni magára a figyelmet, ezt a Sony is elmondhatja többek között magáról, bemutatták az új csúcskészüléket, az Xperia 1-et, ami sajnos még nincsen nálam, illetve a felső középkategóriára taksált Xperia 10-et és a 10 Plus-t. Ezeknek legnagyobb érdekessége, hogy mindenféle notch és bevágás nélkül, bár elég hangsúlyos felső kávával, megoldották a 21:9-es képarányt. Meg is érkezett hozzám tesztre az Xperia 10 és a 10 Plus, azonban ebben a videóban most csak kifejezetten arról szeretnék beszélni, hogy mire és miért lehet jó nekünk ez a nagyon-nagyon nyújtott képarány, mikor lehet igazán hasznos. Kérdeztelek titeket is Instagramon, hogy szerintetek miért is jó a 21:9-es képarány, és néhányan mondtátok is, hogy játékra, videónézésre, tartalomfogyasztásra, Facebookon több tartalomra, illetve multitaskingra. Most alapvetően erről van szó. Az is garantált, hogy nem mindenkinek fog ez a formavilág és megoldás bejönni, de aki az előbb említettekre keres telefont, annak opció lehet a Sony két újdonsága is. Mindkét mobil egyéb iránt 1080x2520 pixel felbontású IPS kijelzővel rendelkezik, az Xperia 10-nél ez 6 hüvelyk, a 10 Plus-nál pedig 6,5 hüvelyk, a kijelző körüli keret alul és oldalt viszonylag vékony, kicsivel több mint 2 mm, fent viszont jóval nagyobb, hát ezzel kapcsolatban egyéne válogatja, hogy ki hogyan vélekedik erről a megoldásról. Na de nézzük, hogy miért is jó pontosan a 21:9-es képarány. Manapság már szinte mindent a mobiltelefonunkról intézünk, legyen az levelezés, közösségi média, fotózás, netezés vagy bármi egyéb, és sokszor egyszerre több ablakban is dolgozunk. Az osztott képernyő, mint olyan, nem új keletű dolog, viszont minél nyújtottabb a kijelző, annál több tartalom látszik osztott képernyőnél is. Ha tartalmilag felezzük a képernyőt, akkor egy 10,5-9-es képarányú terület marad mindkét appnak, ráadásul mivel nincsen notch, ezért ezek teljesen egyformák, de természetesen ha az egyik appból többet kívánunk látni, ugyanúgy kisebb méretűre küldhetjük a másikat. Jó példa a multitaskingra, hogyha például beszélgetsz valakivel, hogy hol találkoztatok, akkor egyszerre lehet megnyitva a Messenger és a Google térkép, vagy hogyha például egy kollégáddal levelezel, hogy mit kéne javítani a prezentáción, akkor egyszerre mehet az e-mail kliens, illetve a PowerPoint, a lehetőségek tárháza igazán széles, határt mindössze azt fog szabni, hogy mely appok támogatják az osztott képernyős módot. A második felhasználási területet már említettem, ez nem más, mint a közösségi média. Főleg a fiatalok leginkább Facebookozásra, Messengerezésre, Snapchatra és Instagramra használja az okostelefont, ezeknél viszont különösen jól jön a 21:9-es képarány, ugyanis két görgetés között így több tartalmat láthatunk a képernyőn, mint egy notchos mobilon, vagy alapjáraton egy kevésbé nyújtott kijelzős készüléken. A következő kategória a gaming. Mivel alapvetően a játékok többsége responszív, vagyis idomul a kijelzőhöz, ezért ilyen szempontból is jól jöhet ez a képarány, bár ezek közül is inkább a landscape módban játszható játékoknál előnyös. Például a kokáért kipróbáltam a PUBG Mobile-t, az Xperia 10-en és egy Pocophone F1-en, és már a főképernyőn is látszik a képaránybeli különbség. Azt nem mondom, hogy többet fogsz látni, ugyanis játéktól függ, hogy csak másképp nyújtja a képernyőt, vagy ténylegesen nagyobb lesz a látószög, de például egy Brawl Stars-nál például tök jól látszik, hogy minimálisan ugyan, de azért többet lehet látni. És akkor természetesen ott vannak a filmek. A legtöbb hollywoodi produkció ugyebár szélesvásznú is, ha csak nem a megfelelő képarányú eszközről nézed a filmeket, videókat, akkor alul és felül lesz egy fekete sáv. Aki mondjuk sokat utazik és sokat néz filmeket a mobiltelefonján, 6,5 hüvelyken mondjuk már lehet is, akkor a 21:9-es képaránynak köszönhetően nem lesznek fekete sávok, teljes kijelzőn lehet élvezni a filmeket. Manapság már YouTube-on is bevált formula a 2:1-es nyújtott videók feltöltése,
Itt azért nem tökéletes az illesztés, de ugyanúgy ki lehet nagyítani teljes képernyőre a tartalmat, illetve hogyha például egy film trélerét nézed meg a neten, az is jó eséllyel 21.9-es lesz. A Sony gondolt azokra is, akik a fotóikat és a videóikat leginkább a mobiljukon nézik vissza, ugyanis az Xperia 10 és a 10 Plus képes 21.9-es képarányú fotók készítésére, illetve talán ami fontosabb, hogy 4K felbontásban 21.9-es képarányú videókat is rögzítenek, amelyek igazság szerint 3840x1644 pixel felbontásúak, tehát nem 2160p a magasság, ez pont a képarány miatt van. Mindemellett természetesen aki számítógépen szereti visszanézni a képeket, videókat, vagy mondjuk tévén, azoknak adott a 16.9-es fotó és videó rögzítési lehetőség is. Amit még szeretnék kihangsúlyozni így a videó végére, hogy a Sony az Xperia 10 mellé 3 hónap Sony Networks előfizetést ad, ahol rengeteg film, sorozat és tévéműsor érhető el, akár 21.9-es képarányban is, így ki tudod használni az Xperia 10 és a 10 Plus kijelzőjét. A Sony Networks app természetesen ingyenesen letölthető, indítás után pedig egyből felajánlja a 3 hónap ingyen prémiumot. Hogyha ilyen mobilod van, vagy ilyet tervezel venni, akkor ezt érdemes kipróbálni. Összegzésképp tehát a Sony elhozta nekünk mobilfronton a 21.9-es képarányt, ami leginkább a szélesvásznú mozifilmeknél lesz hasznos, de a nyújtott dizájn jól jöhet közösségi médiánál, hogyha egyszerre kettő applikációt szeretnél használni, vagy hogyha szélesvásznú videókat rögzítenél. Az Xperia 10 és a 10 Plus hazánkban már elérhető, hogyha szeretsz különcködni, akkor ezekkel a mobilokkal biztosan az leszel, a linket megtalálod a videó leírásában, a részletesebb teszttel pedig hamarosan érkezem, de kíváncsi is vagyok arra, hogy ti mit gondoltok a készülékekről, illetve alapvetően erről a nagyon nyugodt képarányról, használnátok-e ilyen mobilt? Írjátok meg kommentben. A következő videóig legyetek jók, én köszönöm a figyelmet, sziasztok!